Na, itt az autó, ami ugye apué volt, aztán ezt. Na, itt ez a Fiat Punto, ez apué volt, ugye ezt kéne eladni, ezt örököltem, meg ezt kéne eladni, mert gyakorlatilag feleslegessé vált. Majd gyorsan lemosattuk, de hát ugye 22 éves korának megfelelő állapotba, tehát tényleg potompénz 150-160 ezer forint, ami igazából reálisan ér, úgyhogy ezért szeretném majd feltenni. Belülről nem is mosom le egyébként. Mondjuk ez valós kilométer, legalább a 144, mert magyar autó volt. Belülről jól néz ki, nincsen vele gond. Hát az alja sajnos rohad. Az egyértelmű. Az alja az nem jó, de egyébként még annyi a hibája tényleg, hogy a kuplung az nagyon-nagyon fent fog, gyakorlatilag nincs is kuplung szinte. Meg a fék az nagyon bent fog. Viszont friss műszaki van rajta, 2 évi, majdnem, mert májusban volt műszakin. Tehát 2 év műszaki van rajta. Jó, hát az alja az olyan, amilyen. Itt főleg lehet látni. Ez itt nagyon durva. Úgyhogy nem is szeretnél vele tovább foglalkozni, egy tapottat se. A gumi is abszolút kukakategória. Már az új tulaj foglalkozik vele. Nagyon már nem. Azt mondta a szerelő munkatársam, hogy ha 90, akkor 90, tehát nem szabad vele szórakozni, erre semmit nem szabad költeni az autóra, úgyhogy ez így lekerül elő sorba, ahogy van. Egy pizzafutár autónak mondjuk jó lenne, mert, vagy bármilyen hirtelen kell olcsó autó, az jó lenne, mert ugye friss műszaki van, és ami és légy szíves nekem, ha itt a motorteret, ami van, ugye az friss olajcsere, illetve friss vezérműszi, hol van ez? Várjál csak itt. Friss vezérműszi és friss generátor szícsere. Az akkumulátor is teljesen vadi új, pár hónapos. Úgyhogy ennyi körülbelül. Nem egy nagy vasszit lesz, az biztos. Ettől szabadulni kell. De tényleg csak olyan tudja megvenni, akinek hirtelen kell egy olcsó futárkodáshoz, vagy bármire egy városi közlekedéshez. Most jó vizes minden, mert ugye kapott egy bőséges mosást. Bár sokat nem segített azért rajta szerintem. Kicsit már azért bemattult így a 22 év alatt. Már újra lett festve korábban. Na hát ez a Fiat Punto. Nekem Fiat soha nem kéne, az biztos, mert nekem az olasz autók azok nem jönnek be. Na, 1100 köbcent is, igaz? Forgalmiába az. Na hát igazából ez volt a apu autója. Fel is pakolom használt.hu-ra, használtautó.hu-ra.